Szombaton este ünnepélyes keretek között mutatták be Burján Zsigmond Szétszakítva című filmjét a Fekete egy szárazréti kultúrudvarban. A Csak még egyszer előre című háborús filmballada folytatásaként elkészült alkotás a magyar királyi székesfehérvári 17-es honvéd gyalogezred frontról hazatért katonáinak sorsát mutatja be az 1918 és 1920 közötti időszakban az őszi rózsás forradalomtól a román megszálláson át a trianoni döntésig. A díszbemutatón köszöntőjében Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, a hiánypótló alkotás egy vészterhes időszak történéseit mutatja be, és egyben tisztelgés a nemzeti sorstragédiát megélő emberek előtt. Teljes mértékben hiánypótló az a mű, amit Burján Zsigmond és a stábja, a csapata elkészített. Ugye egy előző filmnek gyakorlatilag a folytatásában viszi tovább azt a történelmi korszakot, amiről nem tudunk túl sokat, és igazán feldolgozva a kultúra területén, de talán még történészi értelemben is nagyon hiányosan van csak, és ezért ez a munka, ez egy kicsit megfoghatóvá teszi ezt az egyáltalán nem könnyű korszakot, de ez is része városunk történelmének. A filmet 1959. októberétől indul vissza a múltba. A kórházban fekvő, végső búcsúra készülő Sipos Gyula ezredes, a 17-esek parancsnoka, emlékeiből azt az időszakot idézi meg, amikor ezredének életben maradt katonáival együtt helyüket, kapcsolódási pontjaikat szeretnék meglelni a polgári létben. Sokkal több lett, mint amit vártam, de annyira hozzárakta mindenki a saját lelkét, a lelkének a kis rezdüléseit. Mindenki, aki dolgozott ezen a filmen, aki dolgozott ebben a stábban, mindenki hozzárakta. Olyan volt, mint egy hatalmas, nagy, közös munka, és az is volt, egy óriás nagy közös munka. A film hitelessége, alkotói attitűdje, tisztelgés az elődök előtt, üzenet a mának és a holnapnak. Burján Zsigmond története a trianoni békediktátum megszületésénél ér véget, mi pedig reménykedünk, hogy folytatása következik.